Tisztelettel köszöntöm Önöket, Önök a Hévíz TV adását látják. Néhány nappal ezelőtt megszületett az az összefoglaló, amely a város tavalyi turisztikai idegenforgalmi idényének eredményeit tartalmazza, erről ad egy átfogó képet. Ez a beszámoló az apropója mostani beszélgetésünknek. Tisztelettel köszöntöm stúdióban vendégünket, Papp Gábor polgármester urat. Tisztelettel köszöntöm. Az eredmények szakmai része egy dolog, erről már beszéltünk itt a Hévíz TV-ben. A városnak mit jelentenek ezek az eredmények? Úgy indult-e a város a 2015-ös idegenforgalmi évnek, hogy ilyen eredmények születnek? Mik voltak az elvárások, és ahhoz képest milyenek az eredmények? Az elvárás magunk felé, hogyha mondhatom azt, az, amit megfogalmaztunk 2010 év végén, hogy 1 millió vendégészaka fölött szeretnénk teljesíteni. Ugye 2010-ben volt egy ugrás gyakorlatilag, a korábbi éveket megelőzően átlagosan egy olyan 900-950 ezer vendégészaka szám jelentkezett az azt megelőző 10-15 év tekintetében. És hát az elvárás, hogy mondtam, ez volt minden évben, ami teljesült is gyakorlatilag 2010-11-12-13-14-ben. Egyértelműen teljesült, ez 1.081 és 1.040 ezer vendégészaka között teljesített a város, illetve a városba érkező turisták ilyen módon. De hát 2014 év végén már látható volt az, hogy 2015-tel problémák lehetnek. Elsősorban az orosz vendégforgalom egyértelműen jelentkezett, az orosz-ukrán konfliktus és annak következményei, elsősorban a rubel leértékelődése és egyéb más intézkedések, szankciók Oroszország irányából Európa irányába. Úgyhogy ezt láttuk, hogy ebből komoly problémák lehetnek, és számszakilag is visszaesetünk, ezért egy válságkezelés kezdődött el. És hát mondhatom azt, hogy gyakorlatilag a végeredmény, amit vártunk magunktól, az jól sikerült, tehát jól kezeltük ezt a válságot. Mihez lehetett nyúlni ebben a válsághelyzetben, hiszen ez egy új helyzet volt addig, mint említette polgármester úr, azért tempósan minden évben, nyilván nem játszik könnyedséggel, de sikerült teljesíteni az előírt terveket, az orosz piac beszűkülése viszont katasztrofálisnak is mondható. Így van, hát ha azokat a számokat nézzük, hogy 2014-ben 840-850 ezer orosz vendégészaka realizálódott Magyarországon, és ennek több mint egy harmada, közel 40%-át Hévíz termelte be ebbe a számba. Ez gyakorlatilag 350 ezer vendégészakát jelentett csak az oroszokból Hévízen. Na most ennek egy visszaesése, egy 40-50%-os visszaesése, azt gondolom, hogy a számokat mindenki érti, és egyértelmű számára. Mit tud tenni ilyenkor egy település? Szerencsére mondhatom azt, hogy Hévíz az elmúlt 5 évben törekedett arra, hogy ne egy lábon álljon. Tehát ne egy piacról várjuk a vendégeinket, ne legyen az a német piac, vagy német nyelvű piac, vagy az orosz, vagy egyáltalán. Tehát több lábon álltunk, és nagyon sok kezdeményezésünk van különböző piacok felé. Beszéltünk Skandinávról, beszéltünk balti országokról, Kínáról. Elég széles kör, ahol folyamatosan próbálunk jelen lenni és próbálkozni. Persze vannak olyan piacok, aminek 3-4 vagy akár több év is kell, hogy fel tudjuk építeni. Ennek köszönhetően gyakorlatilag, hogy nem egy lábon álltunk soha, tudtunk hova nyúlni. Természetesen, mivel gyorsan kell valahova nyúlni, és ma már a mai világban az emberek, főleg amikor gyógyturizmus, gyógy és egészségturizmusról beszélünk, akkor nem hétfőn dönti el, hogy ő szerdán hova szeretne utazni, wellnessezni, hanem ezt már előre sokkal jobban megtervezi. Tehát egyértelmű volt, hogy olyan országokhoz kell nyúlnunk, olyan desztinációkhoz kell nyúlni, amelyik gyorsan elérhető, gyorsan le tudja adott esetben az adott vendég szervezni az utazását, és persze a mi ajánlatunk megfelelő neki. Így született meg természetesen az, hogy belföldre fektettünk egy kicsit nagyobb hangsúlyt, illetve olyan környező országokra, mint Csehország, Lengyelország vagy Szlovákia, ahonnan várhatóan nem kell repülővel érkezni, autóval megtetik ezt az utat, és sorolhatnám az előnyöket, vagy lehetőséget, és ez be is váltotta gyakorlatilag, ugyanis 2015 évben 1.031.700 vendégészakát tudott Hévíz elszámolni, tehát majdnem 1.032.000-et, és ugye azt is tudni kell, hogy ebben a vendégészaka számban nincsen benne a 18 éven aluliak, ez ugye ők ilyen módon nincsenek regisztrálva, illetve nem kell utánuk idegenforgalmi adót fizetni, de hát azért ők is költenek, és azért ez is egy 10 000-es nagyság szám, aki a 18 éven alul is érkezett a városba.
Polgármester úr is említette többek között nevesítve a lengyel piac bővülését. Én hadd mondjam azt, hogy ez egészen lenyűgöző, számszakilag nézve legalábbis 110%-os fejlődést produkált a Lengyelországból ide érkező turisták száma 2015-ben. Ez lehet-e az oka annak, hogy néhány nappal ezelőtt egy delegáció járt Lengyelországban, és valószínűleg Héviznek új testvérvárosa lesz Lengyelországban? Alapvetően igen. Erről a lengyel területről ez az érdeklődés, ez több mint egy fél éves már. Gyakorlatilag amikor ők felvették velünk a kapcsolatot, és ők megszólítottak bennünket, hogy szeretnének valami együttműködést. Ez nem jelenti azt, hogy a lengyel piacon ettől az időtől fogva kezdtünk el foglalkozni, hiszen ezért vissza kell emlékezni a 80-as évek, 90-es évek elejére, amikor nagyon sok Lengyelországból érkező turista volt Magyarországon is, ezáltal Hévízen is. Különböző okoknál fogva valamiért visszacsökkent a számuk. Tehát mindenképpen célterületként nálunk szerepelt, és szerepel is. Erre csak kapóra jött, hogy van egy ilyen fajta, vagy volt, és van egy ilyen fajta érdeklődés a lengyel, egy lengyel turisztikai városról beszélünk, turizmussal foglalkozó városról, aki elsősorban, ahogy mondtuk, az miatt kerestek meg bennünket, hogy hogy tudunk együttműködni. Nekünk természetesen egy nagyon fontos cél, hogy megtaláljuk azokat a településeket, akiken keresztül adott esetben mondjuk egy desztináció, egy ország felé tudunk nyitni. Ez a település olyan lengyelek által nagyon közismert, nagyon sokan járnak oda, és ha csak azt az egyetlen egy ajánlattal tudunk élni, ami éppen most zajlik a napokban, hogy az ő városukban lévő Turinform irodában egy Hévíz sarok fog kialakulni, egy állandó Hévíz sarok, ahol Héviznek a prospektusai, videófilmjei, reklámfelületet kapunk, éppen most kaptuk meg a méreteket. Ha csak ezt tudjuk megvalósítani ebből a kapcsolatból, azt gondolom, hogy már ez egy óriási előrelépés, és hát azért azt se felejtsük el, hogy éppen miniszterelnök úr ugyanezen időkben, amikor mi kint jártunk, jelentette ki többek között, amikor itt volt a lengyel miniszterelnök asszony, hogy Lengyelország és Magyarország között mindenképpen rövid távon egy autópálya kiépítése szükséges, ami ma már a közlekedés és a megközelíthetőség a turizmusban egy nagyon-nagyon fontos pont, és csak azokon a desztinációk tudnak megélni, akik ezt közölni tudják, és megvan ez a lehetőség. Tehát ezen a piacon előre szeretnénk lépni, optimálisan nagyon sok vendéget tudunk hozni, és a térséget, mert mi nem csak mindig Hévízben gondolkodunk, hanem a térségben is. A térséget azt gondolom, hogy lengyel vendégekkel megtölteni mindenki számára öröm lesz. Ez a jövő. Egy picit kanyarodjunk vissza a múltba, és 2015-ben Hévíz város turizmusának, idegenforgalmának egyszerre kuriózuma és zászlós hajója a Sármelléki repülőtér, aminek a forgalma egy időben éppen az orosz idegenforgalomra, az Oroszországból, Ukrajnából érkező turistákra alapozódott. Mi lesz most a repülőtérrel? Hogy lehetett az ő forgalmát kiváltani, egyensúlyba hozni? Hát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy nem lehetett. A 2015-ös év az sajnos azt hozta, amit hozott. Kiesett az orosz menetrendszerű charterjárat, hívjuk így, amik minden vasárnap érkezett, ezen okoknál fogva, és ez egy komoly kiesést okozott a reptérnek, több 10 millió forintos bevétel kiesést, azon túl, hogy ezek a vendégek nem itt költötték el a pénzüket, mert nem jöttek ide, illetve nem olyan számban. Ez nem azt jelentette persze, hogy nem érkeztek meg, csak legfeljebb Budapesten és Bécsen keresztül érkeztek hozzánk, de hát a reptér forgalma számunkra egy nagyon fontos dolog, hiszen a város évi 50 millió forinttal ebből kiveszi a részét, illetve van egy olyan fajta hitelállomány, amire a város kezességet vállal. De továbbra is azt gondoljuk, hogy a reptérben, és nem csak mi gondoljuk szerencsére ezt, a reptérben óriási potenciális lehetőség van. Egy a turizmus területén, másodszorban pedig a munkahelyteremtés területén, hogy ipari parkról és egyebekről beszélünk. Nem véletlenül született meg abban a kormány döntésben az az 5 milliárd forintos támogatás, ami a Hévíz-Balaton Airport és annak környezetének fejlesztésére született meg. Ez azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül realizálódni fog pontosan, hogy ezt hova, milyen módon is, hogy lehet elkölteni. Így zártuk a múlt évet. Az idei évben már azt tudom mondani, hogy várhatóan, nem szeretném elkiabálni, de talán vissza tudjuk állítani ezt az orosz járatot. Ez még tárgyalások alatt van ennek a megegyezése, de talán be tudjuk jelenteni nem sokára. A Németországból, német nyelvterületről és Svájcból érkező a PA turisztikkal együttműködés és a turizmus RT-vel együttműködés során a gépek, 91 gép előreláthatólag érkezik ebben az évben. Ezek különböző nagyságú gépek és különböző német városokból, illetve svájci városból érkezik. És természetesen szeretnénk újabb járatokat, chartereket is megmozdítani.
A török járatunk, ami Törökországba megy, illetve onnan jön, ez bővül, sokkal több járat fog elindulni. Ezen a területen is komoly tárgyalásaink vannak, de azt is tudni kell, hogy már sokszor elmondtam, egy-egy repülőjáratnak az elindítása az elsősorban pénzkérdés, másosorban pedig időkérdése. Itt egy-egy járat elindítása minimálisan fél éves megelőző tárgyalásokat vesz igénybe. Én azt látom és azt gondolom, és hát természetesen megkaptuk, bocsánat, az államtól is azt a támogatást 2015 évre 50 millió forint formájában, ami a reptér működését, fenntartását segíti, és komoly előrelépés volt, van abban is, hogy a környező települések is bizonyos összegekkel hozzá tudnak járulni új gépek indításába, illetve egyéb másra tudjuk fordítani ezeket a pénzeszközöket. Így már Zalaegerszeg Keszthelyen voltak ilyen tárgyalások, akik támogatásukról biztosítottak bennünket. A lényege az, hogy azt gondolom, hogy ez a szám, amit a Hévízváros az elmúlt években produkál, az 1 millió és 1 millió 100 ezer közötti vendégészak a szám, akkor fokozható és akkor növekedhet, hogyha van egy regionális reptér a környékünkön, ami működik. Nálunk van, ezt már csak működtetni kell, és jól működtetni kell. Ehhez természetesen befektetés kell, ez egy középtávú befektetés, de én azt gondolom, hogy erre szüksége van a városnak, és igényként jelentkezik a vendégeknek is. Hát a mai világban, Skandináviából, vagy Balti országból, vagy Oroszországból, vagy beszéltünk Európa távolabbi pontjairól is, repülőjárat nélkül, ami közvetlenül a város közelében van, bizonyos turisták neki se vágnak. Így pedig igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez Hévíz és a térség turizmusának az egyik jövője. A beszélgetésünknek van egy olyan tanulsága, szerintem legalábbis én úgy érzem, hogy tele vagyunk tervekkel, tele vagyunk lendülettel. A kérdés az, mennyi potenciál van még Hévízben idegenforgalmilag, turisztikailag? Mennyit bír még el a város? Mire képes? Még hova tud tovább fejlődni az idegenforgalom? Egyértelműen tud. Tehát azért, ha megnézzük a vendégészakák elosztását, azért azt megnézzük, hogy Hévíz egy egész évben működő településről beszélünk, akkor látjuk azokat a sokkal gyengébb hónapokat, akár beszélünk itt februárról, novemberről, még márciusról, vagy akár januárról is, ami még bőven tölthető. Látjuk azt, hogy a szobakiadóknál, illetve a kisebb szolgáltatóknál is bőven van még hely. Tehát át lehet ezt úgy alakítani, és természetesen speciálisan megcélozni azokat a vendéget, hogy még fogadóképes a város egyértelműen. Természetesen vannak olyan időszakok, amikor nem, mert teljes telt házzal megy gyakorlatilag mindenki, de hát az év 12 hónapjáról beszélünk. És hát persze ez maga után vonzhat olyan fejlesztéseket is, hogy azért az idejében a Sétál utcában megnyílik egy újabb szálloda, vannak a környezetünkben és a városban olyan fejlesztési lehetőségek és elképzelések, amik adott esetben újabb szállásférőhelyeket, más minőségű szálláshelyeket tudnak generálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van még fogadókészség, és van még fejlődési lehetőség egyértelműen a városban. Természetesen ezt mindenkinek át kell gondolnia. Legyen az egy éttermes, legyen az egy borozós, legyen az egy szobakiadó, hogy ő is hogy alakítja át azt a kínálatot, azt a csomagot, azt a terméket, hogy még több vendéget tudjon fogadni. Én azt gondolom, hogy lehet, tudunk, és meg is van a célpiac. Engedje meg a beszélgetésünk végére egy személyesnek tűnő kérdést. Néhány héttel ezelőtt magyar turisztikai szakemberek országos szinten összeállították az 50 legbefolyásosabb turisztikai idegenforgalmi szempontból legbefolyásosabb ember névsorát, és ebben ön személy szerint szerepel. Megtiszteltetésnek, elismerésnek érzi ezt, vagy kötelezettségnek? Én azt gondolom, hogy... Gratulálok egyébként. Köszönöm szépen. Ugye ezt a 3 éve indították el ezt a fajta kiadványt, mert egy kiadványról beszélünk, egy könyvről beszélünk. A Turizmus Kft. Indította el, aki különböző területekért felelős Magyarország területén, ők adják ki a turizmus újságot, turizmus bulettint és hadd ne soroljam. És ők találták ki ezt, hogy megtisztelik, nevesítik azokat az embereket, akik nagy befolyással vannak Magyarország turizmusára. Ezt szakmai szervezet, tehát nem az újság és nem ez a cég dönti el, hanem 20 vagy 20-valahány szakmai szervezet, utazási irodák szervezetétől, és hadd ne soroljam kik, döntik el különböző szavazatok alapján, hogy ki az az 50 ember, abba bekerülhet.
én abban megtiszteltetésben részesültem és elismerésben, hogy akkor válaszoljak, hogy eddig mind a három megjelenésbe be tudtam kerülni, tehát mind a három évben. Ahogy mondtam, ez valójában egy megtiszteltetés, egy elismerés, nem csak nekem, hanem azt gondolom, hogy annak a településnek, Hévízvárosának és Hévízvárosában dolgozó, turizmus bármely területén dolgozó, mert olyan embernek, mert olyan eredményeket érünk el, és látják azt is, hogy fejlődünk évről évre, új ötletek jönnek be, az idejében, vagy 2015-es évben biztos nagyon sokat számított ebben a szavazásban, vagy ebben az elismerésben az, hogy a szobakiadóknak ki tudtuk dolgozni azt a rendszert, azt a pályáztatási rendszert, a reptér fenntartásától, a folyamatosan ilyen módon a vendégészaka szám tartása, az sem mindegy, hogy mi a Turizmus RT-vel egy stratégiai megállapodásban is működésben vagyunk, tehát számos ilyen pontja van, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy elismerés, megtiszteltetés, és persze már egy kötelezettség is egyértelműen, mert erről az útról nem szeretnénk lerépni. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket a fajta elismeréseket megkapom én, akkor látható az, hogy a munkánknak a szakma, és azért ez egy fontos dolog, hogy a szakma ismer el alapvetően egy embert, látják azt, hogy tényleg lépegetünk előre, fejlődünk, és hát persze, amit mi itt megtermelünk, amit hozzárakunk vagy amit hozunk eredményeket a turizmusba, az hozzájár az ország gazdaságához, az ország turizmusához. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos elismerés, ahogy mondtam, de egy kihívás is, hogy tovább is ez így maradjon. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és őszintén remélem, hogy több mint remény és több mint kívánság, hogy Hévíz idegenforgalmi szempontból továbbra is húzamos ideig és állandóan milliómos város lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.